Sziasztok! Ebben a mai részben, hát szegről végről IT szekről lesz szó, de igazából amiért ez a rész most létrejött, az nem más, mint hogy hát szeretném a segítségeteket kérni. Ugyanis partnereket keresek. Hello, sziasztok! Itt Csermák Szabolcs, etikus hacker, ez pedig a csütörtöki hack egy újabb része, és hogyha esetleg nem érted mindig a szakkifejezéseket, ám de szeretnél egy kis pénzt keresni, és nekem segíteni, akkor kérlek, hogy maradj velem, és hogy mondjam el azt, hogy miről is van szó. Nyilván tudjátok azt, hogy van nekem a szolgáltatásom, a WebShield, ami most még csak WordPress oldalak védelmére, és karbantartására, és mentésére, és figyelésére, és monitorozására, és vírusmentesítésére, és a többire van kitalálva. Na most, ez a rendszer már jó sok éve működik, egész jó hatékonysággal, és szeretném ezt egy kicsit kiterjeszteni, úgyhogy keresek olyan partnereket, akik tudnának segíteni a WebShield terjesztésében. Na de, oké, álljunk meg, ha esetleg még nem tudnád, akkor beszéljünk arról, hogy miről is szól ez az egész WebShield mint szolgáltatás. Amikor bevezettem, akkor elég sok kritikát kaptam, hogy na hát még egy plugin, és ez drága, meg minden. És igen, mondhatni az, hogy WordPress plugin, de a WebShield nem egy WordPress plugin, ugyanis a plugin, ami jár a szolgáltatáshoz, az igazából semmi másra nem jó, mint arra, hogy a központi szerverekkel tudja tartani az oldaladdal kapcsolatot, és vice versa. Ugyanis itt kapsz egy olyan szolgáltatást, aminek a során folyamatosan készülnek biztonsági mentések az oldaladról, távoli szerverre, tehát hogy azt mondod, hogy ó, kéne a múlt hét szerdai állapot, akkor azt vissza lehet mondjuk állítani, mondjuk szerda 2 órai, vagy ilyesmi. Menedzselt frissítéseink vannak, tehát hogyha esetleg egy frissítés során lerohadna az oldalad, azt a mesterséges intelligencia észreveszi, és vissza tudja rakni az előző verziót belőle. És hát van még egy pár ilyen feature, amellett, hogy természetesen a biztonságra is figyel, tehát folyamatosan mennek malware szkennerek, monitorozza az oldalra jövő kéréseket, sőt, hogyha úgy kerülsz a kezeim közé, úgymond, hogy az oldalad már fel van törve, akkor sincs min aggódnod, mert gyakorlatilag ráeresztjük a rendszert, és az automatikusan meg fogja tisztítani az oldalt. Úgyhogy nálunk nincs arról szó, hogy állítsd vissza mentésből, mert ugye a mentés is sokszor már vírusos, hanem egyszerűen kapsz egy olyan megoldást a WordPress oldalad menedzseléséhez, hogy neked tényleg ne kelljen semmivel foglalkoznod, csak azzal, hogy a tartalmakat töltsd fel, a rendeléseket dolgozd fel, meg a többi. Hiszen a frissítésekkel nem kell agyalnod, a mentésekkel nem kell agyalnod, a biztonsággal nem kell agyalnod. Egy szóval ezt a komplett karbantartási terhet, ezt le tudja venni a válladról. És persze, hogyha te mondjuk olyan ember vagy, aki WordPress oldalakat készít, akkor pedig ez az egész dolog azért jó neked, mert a saját ügyfeleidnek tudsz adni egy olyan plusz szolgáltatást, amivel a karbantartást igazából ki tudod szervezni ennek a szoftvernek, ennek az AI-nak, és ezért gyakorlatilag sokkal több ügyfelet tudsz elvállalni, több fejlesztést tudsz bevállalni, és a karbantartások nem fogják elvinni heti 1-2-3 napodat, meg a frissítések, meg az összes ezzel járó dolog. Oké? Okay? És persze beszélünk el az árról is, mert hogy a WebShield az szerintem, hát most legalábbis még, a viszonylag olcsóbb áru szolgáltatások közé tartozik, tehát hogyha azt a szolgáltatást akarod megvásárolni, WordPress, iTeams, akármilyen egyéb Astra szolgáltatóktól, akkor ott bizony már mélyebben a tárcába kell nyúlni, ott akár ilyen 500 ezer dollár éves árral is számolhatsz, ezzel szemben a WebShield az ennek a töredéke, úgyhogy érdemes megfontolni. És persze keresek olyan embert is, aki belföldön dolgozik, és belföldön mondjuk WordPress oldalakat fejleszt, és szeretne egy kis plusz bevételt szerezni magának, vagy szeretne komplexebb szolgáltatást nyújtani az ügyfeleinek, és persze az a kettő mehet együtt is, de most erős fejlesztések mennek a háttérben még, már megy a tesztfázis, és az újra gondolt, újraírt, újra fejlesztett WebShield-el már nem csak belföldön szeretnék támadni. Éppen ezért, hogyha neked van
egy céged Szlovákiába, Csehországba, Ausztriába, Romániába, Spanyolországba, Angliába, valahol így az unión belül, és érdekel téged az a dolog, hogy hogyan lehetnél te a szoftvernek és ennek az AI-nak az adott országbeli helytartója, aki ott lesz az első telepes, és egy olyan partneri kapcsolatot tudunk kialakítani, hogy azt az országot te lásd el mondjuk a webshield-el, akkor hát jelentkezz. Nyilván nagyon fontos az, hogy azért számlaképes legyél, tehát legyen egy céged akkor kin, amivel tudsz számlázni, hiszen azokat a jutalékokat, amiket ugye az ember kifizet majd számodra, azokat legálisan kell intézni. Szóval minden számlával minden tisztán megy, és ahogy mondani szokták, kalandorok kíméljenek, szóval nálam nincs olyan, hogy zsebbe, meg nincsen olyan, hogy nem lehetne áfa nélkül, meg számla nélkül. Nem, szóval is rácok, ezt nem lehet. Jó, úgyhogy ez az én felhívásom, hogyha van céged, akár belföldi, de főleg külföldi, és szeretnél részt venni ebbe a projektbe, szeretnél kialakítani egy ilyen partneri kapcsolatot, hogy utána akár passzív bevételed legyen, akkor kérlek, hogy dobj egy e-mailt nekem az info@webshield.hu címre, vegyük fel a kapcsolatot, és akkor meglátjuk azt, hogy hogyan tudunk elkezdeni együtt dolgozni. Jó, nekem a háttérben van még azért néhány hát olyan teendő, amit meg kell ezzel kapcsolatban lépni, de nagyon-nagyon itt van a nyakomon már az, hogy ezt befejezzem, és akkor el lehetne kezdeni ezt a történetet. És oké, tudom, hogy ez a videó ma, ez eléggé ilyen promószagú, meg reklám, meg önreklám, meg minden, de sorry, tehát tényleg elég kézenfekvő az, hogy itt van egy ilyen tábor, aki követ engem, hogy első körben titeket kérdezelek meg, hát ha van köztetek olyan, aki elfogadná ezt a lehetőséget. Hiszen azzal, hogy te követsz engem, nézed a videóimat, nekem jót teszed igazából, illetve, hogyha én is tudok neked valamit adni cserébe, azon kívül, hogy itt pofázok a kamerába gyakorlatilag minden héten, akkor azzal mindenki csak nyerhet. Úgyhogy bocsánat, hogyha azt gondoljátok, hogy ez nem egy erre a csatornára való videó. Én azt gondolom, hogy azért évente talán, hogyha van egy ilyen, akkor az belefér. Ugye? Ugye? Bele. Jó. Egyébként hasonló partneri kapcsolatot ki lehet alakítani akkor is, hogyha olyan embereket navigálsz hozzám, akik azzal szenvednek, hogy feltörték az oldalukat, és nem tudják kipucolni belőle a virnyót, úgyhogy ilyeneket természetesen vállalok. No, srácok és a lányok és hölgyek és urak, nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmeteket a mai napra, köszönöm, hogy elnézetek nekem azt a promó videót, remélem, hogy lesz köztetek olyan, akinek felkeltettem az érdeklődését, és jelentkezik majd erre a lehetőségre. Legyetek jók, várom az e-maileket, és jövő héten haladunk tovább egy szokásos mederben lévő témával. Köszi, sziasztok!